A megfelelő gyújtótávolságú objektív fontos eszköz a kép kompozíciójának, vizuális hatásának alakításában. A gyújtótávolsággal változtathatjuk a látószöget. Ezzel egyfelől különböző távolságban lévő, különböző nagyságú motívumokat fényképezhetünk megfelelő képkivágásban. Másfelől alakíthatjuk a fő téma és a háttér viszonyát, a télhatást és a mélységélességet. Néhány jellegzetes gyújtótávolság és látószögük teljes képkockás szenzornál. Az objektíveket látószögük alapján három nagy csoportra lehet osztani. Az alapobjektíveket közepes látószögűeknek tekinthetjük. Ez nagyjából 40 és 50 fok közötti. A nagy látószögű objektívek ennél rövidebb gyújtótávolságúak. Az alapnál hosszabb gyújtótávolságúakat teleobjektíveknek is hívjuk. Igaz, hogy manapság főként változtatható gyújtótávolságú zoom objektíveket használunk, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a fix gyújtótávolságú objektíveket sem. Ezekkel nem lehet egy helyben állva módosítani a képkivágást. Cserében jellemzően nagyobb fényerőt kapunk. Egyes speciális optikákat, például a halszem vagy a közelfényképezésre szolgáló objektíveket, elsősorban fix gyújtótávolsággal készítik. Napjainkban legelterjedtebbek a változtatható gyújtótávolságú, változtatható látószögű, más szóval a zoom objektívek. Ezek használata kényelmes, mert a fotós helyváltoztatás nélkül bizonyos határok között be tudja állítani a képkivágást. Ezeknek több családja van. Külön készítenek nagy látószögű, alap vagy telezumokat. A perspektíva, magyar kifejezéssel télhatás. Ez a sík felületű képen látható olyan információ, amely a téma térbeli helyzetét érzékelteti. A télhatás attól függ, hogy a kép szemlélője egy adott valós teret milyen mélységűnek lát a képen. A különböző gyújtótávolságú objektívekkel más-más távolságból lehet hasonló képkivágásban fényképezni egy motívumot. A különböző fényképezési távolságokból különböző térhatást kapunk. Ezért a különböző látószögű objektívek segítségével a látvány térbeli viszonyait is befolyásolhatjuk. A térhatás valójában a fényképezőgép és a téma távolságától függ. Ha közelről szemlélünk például egy kockát, párhuzamos élei összetartónak látszanak. Távolabbról nézve kisebb az élek látszólagos összetartása. Ha azt akarjuk, hogy a téma képe mindig ugyanakkora legyen a felvételen, akkor távolabbról fotózva hosszabb gyújtótávolságú objektív szükséges. Ezért a térhatás alakításában az objektívek gyújtótávolságának kitüntetett jelentősége van. Minden olyan motívumnál oda kell figyelni a térhatás változására, amelynek ismerjük, megszoktuk a formáját. A torzulás nagyon zavaró lehet épületeknél, tárgyaknál, vagy az emberi alaknál, arcnál. Ezért a tárgy és a portréfényképezés alapeszköze a teleobjektív. Ahhoz, hogy az emberi alak ne torzuljon el, minimum 5-6 méter távolságból kell fényképezni. Az arcot legalább 2 méterről. A különböző látószögű objektívekkel az is befolyásolható, hogy az adott helyen lévő fő motívum mögött mennyi látszon a háttérből. Ez a képsorozat különböző gyújtótávolságú objektívekkel készült.
mindig olyan távolságból, hogy a szobor azonos nagyságú legyen a képmezőn. Thank you.